Ha a júliusi hétvégéken, akik Sátoraljaújhelyen a városban maradnak, vagy ide érkeznek turistaként, kellemesen tölthetik el idejüket, hiszen üdítő programokat szervezett a Kossuth Lajos Művelődési Központ ezekre a napokra. Júliusban minden hétvégén program lesz a rendezvénytéren. Először július 7-én a Garagulya Gólyalábas kompániának a műsorát láthatják, majd a következő hétvégeken végig rockzenekari koncertek lesznek, a Hangára a másik és a Rokonok rockzenekarnak a koncertje. Minden szombat este jöjjenek el 6-7 órára, 7 órától kezdődnek a koncertek, 7-8 óra meleg van, tehát egy kicsit igazítunk hozzá, és kellemes hangulatban, egy nagyon szép környezetben várjuk az ide látogatókat. A koncerteket ingyenesen lehet látogatni. Augusztus a fesztiválok időszaka, és ekkor érkezik a legtöbb turista a városba. Így a programok is sűrűsödnek. Augusztus 4-én Majorette Fesztivállal kezdünk, és Hungária Fesztel, magyar termékek vásárával, egy sajátságos rendezvényel, ami második alkalommal kerül megrendezésre városunkban. Jönnek kosárfonók, ékszerkészítők, sajtkészítők, és minden magyar termék. Benépesül a sétáló utca, már tavaly is nagyon tetszett a város lakóinak. Ebben az évben háromszor annyi árus lesz, aki mutatja portékáit. Szeretettel várunk mindenkit. A Majorette Fesztiválra is nagyon sokan érkeztek már tavaly is. Ebben az évben is nagyon sok csoport jön, és rendkívül látványos lesz. Délelőtt magyar termékek bemutatója lesz, magyar népi kultúrával fűszerezve. Népi zenekarok, néptánc csoportok lépnek fel, délután maradnak a magyar termékek, de a programokban váltás lesz, és nyitak a modern táncművészet felé, így a majorettes produkciókra helyeződik a hangsúly.